NB2-es férfi bajnoki mérkőzés következik, a Lebeléi KK alkalmai vendége, az Ácsi Tilizsi SC csapata, tisztelettel köszöntjük az ácsiakat, be is mutatnám őket, 12-essel Beli Zoltán, 4-es Kis Sándor, 3-as Ben Kucsmár, 15-ös Németh Zsolt, 11-es Nagy Tamás, 13-as Pék Balázs, 18-as Janes Attila, 17-es Csántik József, 7-es Takás Marcell, 1-es Nagy Ádám, 6-os Nagy Martin, 9-es Narancs Olivér. Bemutatom a Lebeléi KK Ajka csapatát. 1-essel Horváth Máté, 8-assal Gyuri Norbert, 2-es száma Huszti Ambus, 28-as Zerte Valentin, 4-es Nagykeleti Tóth Attila, 9-es Pavel Zsolt, 11-es Pén Barnabás, 13-as Zerte Dániel, 14-es Zsigmond Ádám, 15-es Fülöp János, 18-as csapat kapitánya Dr. Erős Péter, 19-es Tömör Csaba, 23-as Vajnóci Márton, 36-os Ignác Krisztián, 17-es Csinko Dávid, 8-as Kárpic Mátyás, a csapat edzője Pör Tamás. Tiszteletben köszöntöm a játékvezetőket, Gácsi Dániel és Árközi Marcelt, a versenybíró Rózsa László. Mindenkinek jó szurkolást, hajrá Ajka! Yeah.
Közönség már Mikulás hangulatban van. Kihagyott helyzet után sikerült labdát szerezni, mondjam, próbálom mutatni is, egyszerű két kamerával dolgozunk azok. Nem mindig kell irányolni a képnek. Sajnos nem sikerült belőle indulni. Elég zavaró volt, hogy a hazai csapat mezőt választották, de hát joguk van hozzá, hiszen nekik is ez a színű. Összehező Jóles Attila! A pedig percbe járunk 5-3. Vezet az Ajka csapata, az Ajka. Rudi bácsi hangot nem mondom, a buzdítja a közönséget, illetve a csapatot is. Volt egy olyan felhívás a Rudi bácsinak, aki nem tudná,
mindenkinek Mikulás sakkába kellene jönnie lehetőség szerint. Hát van is a közönség sorai közt Mikulás sakkába érkezett. Jó, látom az itt a kapcsolatunk most először. Közben sikerül megnyilatát szerezni. És a kapufa megakadályozta, hogy bemenjen a hálóba a labda. Elszóltam magam, hát most mindenki meg is szétesett mindenkinél a kép. De reméljük fejlően. Aki nem tudná, Kákálajkan az Ácsa játszott az előző szezon utolsó bajnoki mérkőzését, amikor is bajnokot avattunk. Úgyhogy most Port Tamás kérte a fiúkat, hogy ne legyen tényleg a mérkőzést, hiszen a papírforma nem lehet. Megjön az első sárga a mai mérkőzésen. Második? Hát ez az, amikor nem arra figyelek. 9. perc végén járunk, 5-3 az eredmény. Megint egy kihagyott helyzet, hál' Isten az Ácsnál. Egyébként voltunk. Kimázottam volna, mint Bajnóczi Máté. Ha így felad a srác lassan, a 2000. gólját is felavathatjuk. Mikor kapja magát? Lehet fogadásokat kapni, lehet tippelni. Hányadik percbe kapna Port Tamás sárga lapot? Szerintem ma nem fog kapni. Nagyon szép kapni. Indulhatunk. Thank you.
Nincs volt előre kérdésre. A vendégcsapat kért tudod. Függetlenül én azt gondolom, hogy lehet tippelni, mikor kapja meg Hór Tamás ma a szokásosság alapján. Szerintem nem tudom. Közben alakul a kodás a kapunk előtt, szerintem a közönség már passzív volt reklamálni, és Pavelka Zsolt labdát szerzett. Kihagytuk az utcát, hogy 15. perc kezdődik, 14-re vezet a kártába, amit a csapat a meccsel szemben. Most kapcsolódva annak mondanám, hogy az Ács volt az a csapat, akivel az utolsó bajnoki mérkőzést játszottuk itt a sportcsarnokban, és utána bajnokot avattunk. Thank you.
a grosszerző Takács Marcell. És így lesz az itt szemben, ezt kapott volna. Van most internet kapcsolatú, elgyengülni, amikor szétesik a kép. Reméljük a közeljövőben sikerül megoldani, de csalmunk a szélesságú internet kapcsolatot, és akkor nem lesz ilyen problémánk. Most már legyen. Kapura lőni, illetve sikerült is neki, de az is hárított a lőség. Ja, csak az alkatár. Elég szép számmal kilátogatok a mai mérkőzésre, mondhatom, hogy nagyon rendházban. Lehet, hogy annak köszönhető, hogy ingyenes, de lehet, hogy az egész napos KK Ajka napnak. Ha!
labda. Kipattanó megoldást is értek sem. Pálinka van benne. Fájjál mire. Például a sok sárga akarom, hogy mindig az üteszem, hogy vajon mennyit végre bírom rá valamit. Lépésük a hatalmányokat. Yeah.
Müller megkezdődik a 29. perc az első fél időben. Nem állított fele az órát. 40 másodperc van az első fél időből. Bajnici Máté háttal próbálta eldobni a labdát, elindította, szerint a labdát. És megint a kapus sikerült eltalálni. Ezt most már ki kell tudnunk védekezni, volt nem tudunk be jól szerezni, de legalább ne kapjon. Sajnos kapjon. És egy sárga lapot is. Sajnos Babian a vége az első meccs. Majdnak a kézilagban megkézés második félében. Tizenöt helyen az Ács csapatot álmodhat. Yeah.
vezetővel vette a labdát tőlünk. Nagyon címet is értette, hogy miért. Éppen meg el volt a labda. A labdát az Ács játékosa. Nekünk is van egy fékünk, nem csak az Ácsnak. És megmutatta, hogy ő is tud gólkodni. Minden igaz az első gólkodott alatt, közösen gólkodott. Mármint ő. Góllal válaszolunk. 16-11 az állás. 25 perc múlva lesz vége körülbelül a mérkőzésnek. Leállították a mérkőzést, mert a Csajka játékosa bement a pályára. Ezért 2 perces kiállítást. Itt a Portamest valamelyik mérkőzésen ezért állították ki piros labdát. Többen voltunk a pályán. Ezért a Tamás kiállították piros lappal valamelyik mérkőzésen, amikor csak azért szaladt be, mert leütötték a játékosát. Tiszta játékvezetőt komolyan veszik ezt a történetet. Mert azon a mérkőzésen az ellenfél csapatának a az edzője is folyamatosan a pályán mászkált, hiszen kicsi a pályaszerűen. Azt hiszem mindentől kezdve lesz egy kicsit paprikásabb a mérkőzés, ahogy a fiúkat ismerem. Mert nyugodtan tudnak maradni. És már megint a kapus találni kell. Igen. Szeretettel köszöntöm mindenkit, aki most kapcsolódunk fel a mérkőzésbe. Kákával egy kapás. Bajnok a kézilabda mérkőzés, második fél idő, 7. percében vagyunk, ember hátrányban az Ajka, akik egyébként a narancssárgával játszanak, 16-11 az eredmény. Nagyon szépen kiátszották a szélsőjüket a bácsiak. Köszönöm, hogy 16-12. Szerintem érik az időkérdés Tamásnál. Rudi bácsi kiabálja, hogy ébresztő. Én attól tartom az első fél időbe. Honnan volt az előny, hiszen dupla annyi gólt lett ki. Mind az ellenfő. Ettől egy kicsit leeresztettek a srácok.
volt, és aki elhúzotta az átsátékos az átló percben, tehát emberelőnyből, vagy emberhátrányból emberelőnybe kerültünk. Szeretném visszanézni a mérkőzést, a napokon belül megtalálom az ajtószójuk a csatornáján, illetve az összefoglalót szerdán láthatok a tévéalka műsorán. Kettős ember előnyben lehetünk. Két percet előtt mehetünk. Hajnóci Máté készülődik a 7 métereshez, ha jól emlékszem, ez a mérkőzés. Thank you.
Viszont nem érkeznek kiknek, hogy mikor fog Kór Tamás most árgalapot kapni. A 21. volt, 23 számol át, szóval nem kiabáltátok az előbb, hogy ki hagyta, nem? Azt is kiabáltatok. Kapja a moslékot is. Most jóvá tette a félhagyott helyzet. Rudi bácsi szerint most kezdődik a tánc, hát úgy legyen, reméljük felébredtek az ajtaját. Dr. Erős Péter erősködött egy kicsit a támadóját, egy kis ilyen a kézilabna. Össze ez a kis sávét. 23, 24, 25, 26. Az ő gondára nevé is lehet hallani már a mai mérkőzésen. Thank you.
10 gólos különbségben a vendég csapat időt fért. Kötni, mikor kapja meg Tamás a sárga lapját, szerintem mindjárt.
17-10, és elkezdjük a 21. percet. Két percet van az Alka csapata. Az ácsma sokat köszönhet a kapusának szerintem. Vagy nekünk, hogy mindig őt találjuk el. Összező jön esetben. 5 perc 15-ig vagyunk. Mérkőzés előtt arról beszélgettünk Portalanssal, hogy szerintet hátbere műkéten 26 percet látszott a csapat ember átlának. Tehát ezeket a dupla kiállításokat beleszámoljuk, hogy ez nem is össze fog jönni. Hogy az a kapu balandolja. Thank you.
kedvenc. Sport a másik kihasználja az időkérdés lehetőségét. Már csak az érzés már jobban van, akkor nem kell lenni. Szerencsére az Ács is elmondotta a helyzetet. Történt a kapuval, mindjárt fölöpi az átszakosat. Tényleg rá van egy folytatni. Szinte elképzelhetetlen a kézilabda mérkőzése, ezért is hátkodik fel az előbb a mérkőzéséig, amikor a ellenőt kiküldte. Az nagy örömmel lemerült a monika. Még nem hoztam ki a bőrszemmel, de is, hogy kihúzom a kérdőt. Thank you.
lányok az előbb megszívták a tilát. Szóval az volt, hogy látták a srácok más csapattól, hogy ez beszokott jönni. Amikor ilyen nagyokat kiáltanak, úgy most nem jönni. 20 másodperc van hátra a mai mérkőzésből, akár góllal is felhetszett. És 7 méteres lesz szerintem. 2 perc az biztos, sőt. Megint 4 perc erről. Értem a 4 percet, mi indok olyan, amikor 7 másodperc van vissza a mérkőzésből. Milyen volt a mérkőzés? A délelőtti U8-as kisgyerekeim nagyon jók voltak. Remélem, hogy hasonlóan fognak legközelebb majd játszani majd pár év múlva. Úgy legyen. Amen. Világ, légy szíves.